Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni a feliraton, hogy ma a Nemo gyors billentyűzéssel fogunk foglalkozni. Mindenki, aki Nemo-t használ, ez egy fájkezelő a színemon alatt, problémát jelenthet az, hogy a gyors billentyűket nem lehet megváltoztatni. Nézzük is meg, hol vannak a gyors billentyűk. A gyors billentyűket a sugó és gyors billentyűk alatt a Ctrl F1 lenyomásával is elérhetjük. Gyakorlatilag nagyon szép és nagyon jól összeszedett, nagyon funkcionális gyors billentyűink vannak, de esetlegesen nem feltétlenül igaz az, hogy az F3-mal ezt a második panel megnyitást szeretném. Illetve vannak olyan gyors billentyűk, amik nincsenek, illetve vannak olyan funkciók, amihez nincs gyors billentyű rendelve, és ez számomra kellemetlen. Azaz, szóval a kellemetlen, hogy nem tudod A. megváltoztatni, B. újakat hozzáadni egyszerűen. Hát egy kis internetkutatás után rájöttem, hogy erre is van módszer, nem túl kényelmes, hozzáteszem, ez teljesen igaz. Aki más mond, az hazudik, tehát nem egy túl kényelmes megoldás. Én úgy gondolom, hogy ezt megéri számomra elvégezni. Első körben egy feladatot fogunk megoldani, de utána rájöttük, hogy a többi feladat hasonlóképpen megoldható. Azaz, hozzáadunk egy gyors billentyűt a terminál megnyitása itt funkcióhoz. Azaz, nyisson meg már itt egy terminált. Természetesen mindenki tudja, aki fájkezelőt használ, hogy valahogy a terminált elő lehet keresni. Legtöbbször úgy, hogy jobb klikke szánt megnyitás terminálba, és megnyílik a terminál, ez szuper. Oké, meg is nyitottunk egy terminált, de én nekem van olyan hepem, hogy a gyors billentyűkkel szeretném ezt megoldani, hogy ne kelljen a leíráson változtatnom. A leírás, amit én összeszedtem, illetve a honlapon is meg fog jelenni, az F5-öshöz rendeli ezt a funkciót, nyilvánvalóan mindenki ahhoz rendeli, amihez szeretné. Első lépés az, hogy megnyitsz egy terminált, egy picit feljebb veszem a nagyítást, nagyobb betűk legyenek, jobban lássátok, hogy mit csinálok. Oké. Gyakorlatilag mi az első feladat? Bemásolod ezt a szöveget. MKDIR, gyakorlatilag csinálj egy könyvtárat, kötőjel P, az a parent, tehát az egész hosszú szülőkönyvtársort meg fogjuk adni, home. Hát a home, dollárjel home nagybetűkkel, az a te saját könyvtárodat jelzi, nem kell megadni, hogy home per Laci per akármi, hanem ez rövidítve beírandó, és így a saját könyvtárodba fog létrejönni, .gnome2 per acels, acels. Csináljuk is meg. Meg is tudtam csinálni, nem kellett hozzá sudójog. Miért nem kellett sudójog? Természetes a saját könyvtáramba. Azt kalózkodok, ha be vagyok jelentkezve, amit akarok. A következő dolog, szintén bemásoljuk ezt a sort, azért mondom ismétlem magamat, hogy bemásoljuk, hiszen honlapomon lévő rövidke kis cikkbe ezt meg fogjátok találni, de nyilvánvalóan kézzel is beírhatod, ugyanazt beírod, hogy touch, tus, oda a Gnome akármilyen könyvtárba csinálunk egy Nemo nevű fájt, és utána leenterezzük. Megint megtörtént a csoda, nem történt semmi. A következő feladat szintén nagyon egyszerű, a következő sort egy az egyben pontosan bemásoljuk a terminálunkba, és megnézzük, hogy miről is beszélünk. Gyakorlatilag kinagyítom, hogy az egész sor egybe legyen, echo, tehát légy szíves beírni, visszhangoz ezt a parancsot, ezt a kiírást a megadott helyre, gyakorlatilag abba a fájba, amiben én szeretnék, és ezt szeretném beírni, open in terminal, tehát a feladatot, az action-t, azt megadtuk neki, hogy mi legyen, a könyvtár nézetben látható Open in a Terminal feladatot lássa el, és hozzá szeretnénk rendelni az F5-ös billentyű kombinációt, és le fogjuk enterezni, és leentereztük. A következő lépés egy újraindítás lesz. Újraindítás után a következő feladat természetesen a puding próbálja, kipróbáljuk. Belépünk a Nemo-ba, megnyomjuk az F5-öt, és elő is került a terminálunk. Szuper, igen, kényelmes egy feladat megoldás volt, nem kellett sok mindent csinálni, igen, tudom, kényelmesebb lett volna grafikus felületen valamit csinálgatni, de igazándiból nem történt olyan, hát hogy is mondjam, észbontóan nehéz feladat, terminálba 3-4 sort beírtunk, én 4 sort beírtam, a reboot az újraindítás nálam terminálból történt meg, és megvan az, amit szeretnénk, egy új funkciót hozzáadtunk a Nemo-nkhoz. Szuper!
Gyakorlatilag, hogyha bemásol, 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 közben meg enterezik, természetesen azt beszéd nélkül, magyarázat nélkül csinálja az ember, az 3 másodperc. És utána újraindít, akkor lép életbe a változtatás, amikor te azt megtetted, hogy újraindítottad a rendszert, mert akkor olvassa be ezeket a fájlokat. Szupi! Szerintem nagyon kényelmes dolog volt. Oké, hogyha véletlenül rájövünk arra, hogy az F5 az nekünk nem fekszik, mert nekem F4 vagy F9, ez a kettő, amit én megszoktam. Oké, rájöttem arra, hogy nekem az F5 nem jó, persze a leírásban ez volt, másolgattam, mint a jó gyerek, de meg szeretném változtatni. Ugyanezt az egészet még egyszer megcsinálhatjuk, illetve az utolsó megoldás az Echo sornál az F5 helyett F4-et írunk, de én úgy gondolom, hogy egy kicsit nézzük is meg, mit csináltunk. Oké, megnyomjuk a Ctrl-H-t, hogy a rejtett könyvtárok előkerüljenek. Természetesen ez egy nagyon érdekes dolog, és meg kell jegyezni, hogyha nem látsz egy könyvtárat, ami úgy kezdődik, vagy egy fájlt, ami úgy kezdődik, hogy pont, az rejtett fájl. A fájlkezelők alapbeállításba nem szokták ezt megmutogatni, hiszen azért rejtett, hogy ne lásd, és ne tudjál belenyúlni. Nyilvánvalóan egy védelmi dolog, de hát egy billentyű kombinációval, itt a Ctrl-H-val meg lehetett oldani. Hát megcsináltuk, mit csináltunk, meg emlékszünk a dir parancsra, az volt, hogy GNOME 2, ott a pont előtte GNOME 2 belépünk, akkor az ACELS, tehát ezt a könyvtárat parent kötőjel P parancsal rögvest létrehoztuk, utána megcsináltuk a TUS parancsal a NEMO állományt, kiterjesztés nélküli állomány, én erre rákattintottam, és utána lehet látni, hogy hű, micsoda hosszú dolgokat csinált. Na hát nyilvánvalóan, ha egy sor lett volna benne, amit belepakoltunk, az nekünk nem lett volna olyan túl izgalmatos, érdekes és valóban egetrengető, hiszen azt tettük bele, belekerült, működik a rendszer. Miután megnyílott az állományunk, lehet látni, hogy egy hosszú leírófájt kapunk, egy beállítófájt. Keressük meg azt, ami a saját beállításunk volt, a 77. sorban van nekem, lehet, hogy nektek is oda sorolja be. Látható, hogy ugyanaz ide be van írva, amit mi beírtunk. Ezen kívül látható az, hogy nincs előtte a pontos vesző. Mert ezt mi oda beírtuk. Nyilvánvalóan azt is látjátok, hogy nagyon sok olyan beállítási lehetőség van, illetve parancs lehetőség van, amihez vagy van rendelve gyors billentyű, vagy nincs hozzá rendelve gyors billentyű. Ha mi ezt megnézzük, például nagyon egyszerű, hogyha Nemo Help ide van írva, ebbe a sorba ott van az F1-es gyors billentyű, akkor értelemszerűen, hogyha mi az F2-t szeretnénk rendelni, akkor ezt megváltoztatjuk. Ha olyan van, hogy két macska köröm között nincs semmi, akkor természetesen, ha oda beírsz egy gyors billentyűt, akkor az lesz annak a gyors billentyűje, elmentés után ez működni fog nekünk. Ehhez nagyon sok mindent nem tudok mondani, gyakorlatilag végig kell bogarászni azokat a parancsokat, amiket mi szeretnénk használni, és van hozzá gyors billentyű, meg akarjuk változtatni, vagy esetlegesen nincs hozzá gyors billentyű, de hozzá szeretnénk adni. Ez egy favágó munka, de gyakorlatilag, mivel ugye ez egy szöveges állomány menthető, így örökre, amíg Nemo-t használsz, ezt az állományt, ha magaddal viszed új telepítésekkor, akkor az a gyors billentyű kiosztás, amit te beállítottál, az működni fog. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!